December 13-án a polgármesteri hivatal előtt állított adventi koszorúnál került sor az újabb, a harmadik adventi gyertya gyújtására. A keresztény hagyomány szerint a harmadik gyertya a hit, remény, öröm és szeretet négyese közül az örömöt jelképezi. Ezért ez a hagyományos adventi koszorún is más színű. Az advent a keresztények számára nem csak a várakozás, hanem a felkészülés ideje is, amikor Jézus születésének ünnepére készülünk. Karácsony ünnepéhez közeledve azonban arra az örömre készülünk, ami nem csak egy-egy pillanatig tart, hanem az ember egész életét áthatja. Ez az öröm pedig nem más, mint az a tudat, hogy Jézus Krisztus eljött hozzánk, emberré lett értünk. Ezzel az örömmel kell előre tekintsünk, nem csak a karácsonyi időszakra, a jövő évre, hanem egész életünkre, amely az örök életben is folytatódik. A szűk körben megjelenteket Bálint Istvánné, Bicskeváros polgármester üdvözölte. Ezek nagyon fontos pillanatok egy város életében. Megpróbáljuk így közvetíteni a mindenkori, a hét minden üzenetét. A héten azért azt láthattuk, mondjuk vasárnaptól vasárnapig számoljuk a hetet, hogy elég sok örömben volt részük, vagy tudtunk örömet szerezni a bicskeieknek. Hiszen mondjuk inkább szombat este, előző szombat este a négyes fogattal érkezett a Mikulás a városba, aztán másnap a Mikulás vonat, és a héten megérkezett minden olyan száraz élelmiszer, amit a héten a kapcsolatközpont munkatársainak köszönhetően becsomagolásra kerültek. A képviselők a jövő héten elkezdik kihordani a körzetükbe azoknak a családoknak, azoknak a magánszemélyeknek, akik most jelenleg nehéz helyzetben vannak. Roma önkormányzat a tegnapi nap folyamán már ezt az osztást el is végezte, és azért jó volt ezt látni, hogy az emberek ebben a nehéz helyzetben is tudnak örülni, és ezért nagyon fontos, azt gondolom. A harmadik adventi gyertyát Rácz Lajos baptista lelkész gyújtotta meg. Arra készüljünk, hogy Isten nem fog elhagyni, nem akar elhagyni, velünk akar lenni, ott akar lenni, ahol mi küzdünk, ahol mi harcolunk, ahol kérdéseink vannak, ahol nyomásaink vannak, azt mondja nekünk, hogy úgy készülj, hogy veled vagy, veled leszek, szeretlek téged, tervem a te életeddel. És a másik üzenet, amit itt van ebben az igében, kegyelmet találtál, Isten. Kegyelmet találni az ünnepekben. Kegyelem az, amikor valaki felfedezi, hogy szükségem van Istenre. Kegyelem az, amikor rájövünk arra, hogy nem tudunk nála nélkül ünnepelni. Kegyelem az, amikor azt mondjuk, hogy Istenem, segíts meg, legyél a gyermekemmel. Istenem, szükségünk van ránk, legyél a mi gyógyítónk, hozz ki ebből a nehéz helyzetből. Aki azt ígéred, hogy velünk leszel, legyél az én gyermekemmel, legyél az én családommal, legyél a mi városunkkal, a betegekkel, kegyelem ez. Az adventi koszorún lévő gyertyák színe szimbolikus jelentőséggel bír. Az adventi koszorú hagyományosan három lila és egy rózsaszín gyertyából áll. A lila szín a bőjt, a bumbánat, az önvizsgálat színe jól jelképezi, hogy az adventi időszak csak úgy, mint húsvétot megelőző, nem csupán a várakozás, hanem a bőjt ideje is. Koszorún lévő egyetlen rózsaszín gyertya az örömöt, Szűz Máriát szimbolizálja. Egyúttal arra is utal, hogy a harmadik vasárnapon kisebb hangsúlyt kap a bűnbánat. A hit és remény után a szeretet lángja is fellobban. Erre a három érzésre óriási szükségünk van, és folyamatosan erősítenünk, táplálnunk kell őket magunkban, hiszen ezek segítenek túljutni a nehézségeken, különösen most, amikor valószínűleg rendhagyó karácsonynak nézünk elébe. Mégis muszáj optimistának maradnunk, és hinnünk azt, hogy az idei advent időszak és a karácsony egyben az egészségünk és a lelkünk megerősödésének ünnepe is. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!